Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Hét hírében. Makováros vezetése az elmúlt időszakban nehéz döntéseket hozott meg az energiaválság okán, mely nem csak az önkormányzatot, hanem a családokat is érinti. A napokban került a híradásokba, hogy a polgármester kérésére és javaslatai alapján a makói Fidesz frakció képviselőivel kidolgozásra került egy átfogó, minden makóit érintő intézkedési csomag. Ennek részleteiről és a tegnapi testületi ülés határozatairól, valamint a közelgő adventi ünnepekről is fogok beszélgetni ma esti vendégemmel, Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonnyal, aki már itt is van velem a stúdióban. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Üdvözlöm! Mintegy 220 millió forintot juttatnak vissza a lakosság számára, és ezt az úgymond makú segít programcsomagot egyöntetően elfogadta a képviselőtestület a hétfői rendkívüli ülésen. Mit tartalmaz ez a csomag? Hétfőn rendkívüli testületi ülés keretében döntött a képviselőtestület arról, a jelenlévő képviselők gyakorlatilag egyhangulag elfogadták azt a javaslatomat, amelynek keretében több területen, több társadalmi réteget érintve támogatást és segítséget szeretnénk nyújtani a makóiaknak. Az elmúlt hetekben nagyon sok alkalommal egyeztettünk a Fidesz frakció tagjaival, hogy ebben a nehéz helyzetben, amint egy 3 éve tartó válsághelyzetek, járványügyi helyzet, menekültügyi helyzet, most pedig a gazdasági válság időszakában, hogyan tudunk személyesen, közvetlenül a makóiaknak segíteni. Erről nagyon sokat egyeztettünk, és ennek alapján született meg a Makó Segít programcsomag. Ez a 220 millió forint, ez miből tevődik össze? Hogyan alakult ez a szám? Tulajdonképpen majdhogy nem minden makói korosztályt szeretnénk ezzel segíteni. Az adventi időszak egyébként is úgy gondolom, hogy minden szempontból egy érzékenyebb időszak, nem csak a válságok időszakában, hanem ha normál kerékvágásban megy az a hétköznapi élet akkor is, és éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy most az adventi időszakban, a válság begyűrűződésének időszakában indítsunk el egy ilyen programot. A 18. életévüket be nem töltött makóiak számára szeretnénk egyszeri 10.000 forintos támogatást biztosítani, vásárlási utalvány formájában. Ezt úgy tudjuk eljuttatni az érintettek számára, hogy az oktatási, nevelési, illetve szociális intézményeken belül a bölcsődei intézményeknek a vezetőit kértük meg, velük már egyeztettünk, hogy ezeket az utalványokat a jövő hét folyamán a törvényes képviselők aláírásukkal igazolva vehetik át tulajdonképpen ezeket az utalványokat. Ezt jövő hét folyamán, tehát november 28-ától december 2-a péntekig tehetik meg, ezt követően már csak a Hagymatikum Gyógyfürdő Infopont irodájában tehetik meg december 7-től, de bízunk abban, hogy a karácsonyi időszak végére mindenkihez el tud jutni így az utalvány. Azok, akik makói lakcímkártyával, akár ideiglenes, akár állandó lakcímkártyával rendelkeznek, nem töltötték be a 18. életévüket, de nem makói intézménybe járnak, gondolok itt elsősorban a középiskolás korosztályra, akik nyilván más településeken is folytathatják a középiskolai tanulmányaikat, ők is itt az infopontban, a Hagymatikum Gyógyfürdőben vehetik át. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem a diák veheti át az utalványt, hanem a törvényes képviselő veheti át, és a törvényes képviselőnek pedig a diáknak a diák igazolványát kell felmutatnia ahhoz, hogy ez átadásra tudjon kerülni. Természetesen ezekről folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot. A Makó Segít programnak ez az első része, azonban nem csak a fiatalokat érinti a segítségnyújtás, hanem az időseket, mégpedig a 65 év felettieket. Ez már megszokott Makó városában, ugye, hogy mind húsvét előtti időszakban, mind karácsony előtti időszakban gondolnak rájuk, és ilyen mértékű segítséget nyújtanak, bár ez a mostani most több, mint az előzőek. A járványügyi időszakban is nagyon fontosnak tartottuk, akkor ugye 10.000 forintra emeltük meg a támogatási keretet, az idei évben pedig, hogy a karácsonyi bevásárláshoz, esetlegesen az energiaköltségek csökkentésére vonatkozóan pedig 15.000 forintot juttatunk el minden 65 év feletti nyugdíjas számára. Ez több mint 5.000 nyugdíjas polgártársunkat érinti, és ezzel szeretnénk szebbé tenni az adventi, illetve a karácsonyi ünnepkört. Ők hogyan fognak ehhez hozzájutni?
Az utalványokat tulajdonképpen a hét folyamán megkaptuk éppen a mai napon. Ezeket a kollégáink fogják tulajdonképpen borítékolni, és ezt követően a városrészi képviselők jutatják el személyesen. Ez lehetőséget ad arra is, hogy személyesen találkozzanak a képviselők a nyugdíjasokkal, érdeklődjenek arról, hogy miben tudunk segíteni, esetleg a későbbiekben olyan információkat gyűjthetünk, amivel a jövő évi költségvetés kapcsán is talán könnyebben tudunk majd tervezni. Ha már költségvetést említett, polgármester asszony, az idei évre a költségvetésbe tervezett 7 millió forintos rendkívüli települési támogatás keretét már egyszer idén augusztusban megemelték, akkor 30 millió forintra. Most ehhez megint hozzányúltak. Így van. Tulajdonképpen már augusztusban tapasztaltuk azt, hogy megnövekedett a rendkívüli települési támogatások iránti igény, ezért is döntöttünk úgy augusztus végén, hogy ezt a keretet megemeljük. Egyrészt nyilván a rendkívüli helyzetre vonatkozóan a rezsiköltségeknek a csökkentésére, másrészt pedig az olyan nehéz helyzetbe került családoknak a támogatására, vagy egyedülállóknak a támogatására, akiket különösen is sújt most ez az időszak, és esetlegesen nem a legidősebb korosztály, vagy nem a legfiatalabb korosztály, akik hasonló támogatás, vagy másfajta támogatásban részesülnek. Ezt a 30 millió forintos keretet 60 millió forintra emeltük meg. Ebben a támogatásban elsősorban a rezsiköltségeknek a csökkentését szeretnénk támogatni, olyan formában, hogy a szolgáltatók felé biztosítjuk tulajdonképpen a rezsiköltségeknek bizonyos százalékban az átvállalását. Nyilván itt fontos az, hogy ezeket a számlákat, a rezsiköltséghez köthető számlákat be kell hozni. A polgármesteri hivatal hatósági csoportjánál intézik ezeket az ügyeket. A szociális rendelet szabályozása szerint szükséges. Nyilván igazolni kell azt is, hogy kinek mennyi jövedelme van, jövedelemigazoló cédulát vagy nyugdíjszelvényt kell behozni, és nyilván azokat a számlákat, amelyek a rezsiköltségeket igazolják. Mindenkinél egyedileg bíráljuk el a hozzájárulást. Tehát akkor ez differenciált lesz. Így van, differenciáltan biztosítjuk. Van egy negyedik pontja, ugye ennek a Makó Segít programnak, ez pedig nem más, mint hogy az elmúlt hetekben közel 200 családnak már 560 mázsa téli tüzelőt biztosítottak, és úgy értékelték, hogy ezt is gyakorlatilag felül kell írniuk ebben a programnak a keretében. Hogyan nyúltak ehhez hozzá? Az energiaválság időszakában megnövekedett a tűzifa igény is a makói lakosok részéről. Nyilván több száz család esetében tűzifával melegítenek az otthonaikban. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ebben a helyzetben segítsük és támogassuk őket. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy már augusztus hónapban előre tekintve többszörös mennyiségét rendelte meg Makó város önkormányzata, mint a korábbi években, kicsit előre tekintve. Másrészt pedig több nagy vállalattól, illetve cégtől kaptunk felajánlásokat tűzifa támogatásra vonatkozóan, úgyhogy ezeket is szeretnénk természetesen majd szociális alapon szétosztani a makói lakosok között. Az önkormányzati tűzifa programra vonatkozóan azt fontos tudni, hogy egy 20 millió forintos kerettel tovább bővítettük a tűzifa beszerzési lehetőséget a városban. Ezt ugyanúgy a szociális rendelethez köthetően a hatósági csoportnál vagy polgármesteri fogadóóránál lehet igényelni. Természetesen itt is azokat a dokumentumokat, amit az imént említettem, ezeket fel kell mutatni. Itt is a jövedelemigazoló vagy nyugdíjszelvénnyel kell megjelenni, és ez alapján tudjuk tulajdonképpen ezeket biztosítani. Azzal kezdtük a beszélgetést, ugye, hogy az elmúlt időszakban nehéz döntéseket kellett meghozni az önkormányzatnak, nyilván nem csak Makónak, hanem egyéb önkormányzatoknak is. Itt ugye 220 millió forintról beszélünk. Ebben a megszorításban, ugye, ami az elmúlt időszakot érintette, átmeneti bezárásra kerültek intézmények, és itt talán sokakban felmerül a kérdés, hogy ez a 220 millió forint, ez esetleg fordíthatódott volna-e másra, vagy miért döntöttek úgy, hogy ebben az öt pontban határozzák meg ennek a helyét? Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság nyilván minden önkormányzatot nagyon súlyosan érintett.
Makkóváros önkormányzatát is, és nyilván ezen keresztül a lakosságot is. Valóban több intézményt szüneteltetünk most működés szempontjából. Elsősorban azokat az intézményeinket, amelyek nem kötelező feladatellátási területeken működtek, illetve azokat, amelyek nagy energiafogyasztású intézményekként vannak itt a városunkban. Ezeket március végéig, közepéig szüneteltetni fogjuk. Nyilván a kockázati tényező valóban nagy, azonban azt mérlegeltük, hogy mi a legfontosabb egy ilyen időszakban. A válságok időszakában úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a makóiakat segítsük. Azokat, akik ebben a válság időszakban gyakorlatilag egy teljesen megváltozott körülmények között kénytelenek akár a gyermekeiket ellátni, akár egyedül otthon nyugdíjasként élni, őket kell a bajban segítenünk és támogatnunk. Ezért nem volt kérdés számunkra, hogy addig, amíg egyetlen egy forint is van a számlán, Makkóváros önkormányzatának számláján, amely felett rendelkezhetünk, azt a makóiak felé juttassuk el. Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy ez az elsődleges célkitűzés, és ebben egyetértettünk a Fidesz frakció tagjaival. Az adható támogatások körét is újra kellett már többszörösen tárgyalni, ugye ön is utalt a Covid-járványra, majd ugye az orosz-ukrán háború következményeire, azonban vannak olyan támogatások, amelyeket ez nem érintett. Gondolok itt például a babakötvényre, amelyet ugyanúgy, mint az előző években, sőt 2014 óta minden évben megkapnak azok, akik itt szülnek, vagy akár nem itt szülnek, de ide hozzák haza a babájukat Makóra. A családok, illetve a gyermekek születése iránti elkötelezettségünk úgy gondolom, hogy mindig is elsődleges szempontú volt. 2014-ben valóban az első döntéseink közé tartozott, hogy az akkori bébi kötvény árát gyakorlatilag megduplázzuk. Ez az évek folyamán folyamatosan nőtt, sőt 2021. októberében, amikor a legnehezebb időszakban voltunk, ugye a járványügyi időszak tekintetében is, ott 100 ezer forintról 150 ezer forintra emeltük föl, és az idei évben is, júniusban, amikor nagyon sok nehéz döntést hoztunk meg annak tekintetében, hogy az infrastruktúrális önkormányzati fejlesztéseket felfüggesztettük az energiaválság miatt, illetve több adható támogatást felfüggesztettünk, nem volt kérdés számunkra, hogy a családokat segítő bébi kötvény támogatási körét nem függesztjük föl. Tehát ezt ugyanúgy az idei évben is megkapják a makói újszülöttek szülei. December 17-én kisebb ünnepség keretében szeretnénk majd a Keri tornatermében 10 órakor ezt a kis ünnepséget megtartani, és ott szeretnénk személyesen köszönteni majd a szülőket, nagyszülőket, akik ellátogatnak, és természetesen az újszülött honfitársainkat. 19-től, december 19-től pedig utalás formájában kapják meg a támogatást az érintettek, azok, akik esetlegesen készpénzben szeretnék ezt fölvenni, számukra pedig hivatali ügyfélfogadási időben a pénztárnál tudják majd a polgármesteri hivatalban ezt átvenni. A beköszönőben említettem, hogy a szerdai testületi ülés néhány határozatáról is fogunk beszélni, de még visszatérnék a hétfői rendkívülire, ahol arról született döntés, hogy a hagymatikum nyitvatartását megváltoztatják. Mi indokolta ezt? A hagymatikum gyógyfürdő nyitvatartására vonatkozóan vezérigazgató úrtól és divízióvezető asszonytól kapott Makkóváros önkormányzat a képviselőtestül egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy a decemberi hónapban és január első időszakában, jövő év január első időszakában bővítsük a nyitvatartás idejét. Nyilván azért, mert ilyenkor a turisták látogatottsága sokkal nagyobb, az ortodox, szerb és román ünnepek időszakára szerettünk volna nagyobb lehetőséget biztosítani. A megváltozott időtartamra vonatkozóan elsősorban a hosszú hétvégékben toltuk ki a nyitvatartási időpontokat, így pénteken és vasárnap 8-tól 20 óráig, szombati napokon pedig éjfélig lesz nyitva a hagymatikum gyógyfürdő, és színes programokkal is várják majd az odalátogatókat. Természetesen december 24-én, szenteste a hagymatikum gyógyfürdő sem lesz nyitva.
szerdai testületi ülésen, ugye, ami már rendes ülés volt, több napi rendi pont szóba került, azonban én egyet emelnék ki, hiszen zárt ülés keretében megszavazta a képviselőtestület, hogy ki legyen a 2023-as év Páger díjazottja. Erről ezt elárulná nekünk? Nagy öröm számomra, hogy minden évben megrendezhetjük a Páger díj átadó ünnepséget, hiszen úgy gondolom, hogy egyrészt a kultúra, a színház, a művelődésben érintett szakemberek figyelmét ilyenkor Makó városára irányítja a színészdi átadó ünnepség. Páger Antal kultusza pedig úgy gondolom, hogy minden makói szívében él, és nyilván ezt az örökséget szeretnénk a fiatalok számára, a fiataljaink számára is átadni. Ezt a díjat még 1999-ben hozta létre az akkori képviselőtestület. Egy külön szakmai kuratóriumnak a döntése alapján születik meg minden évben, 2001 óta az adott év Páger díjazottja, aminek fő célkitűzése, hogy azt a págeri eszköztelen színjátszást, illetve a vidéki színháznak a hangulatvilágát adja vissza az adott művésznek a színészi tevékenysége, amelyre vonatkozóan nagy öröm számomra, hogy most Kovács Adél lett a díjazott, aki éppen a jubileumi születésnapjához köthetően is úgy gondolom, hogy egy nagyon szép díjat kap. Ez azért is fontos, a Páger díj legalábbis az utóbbi években a díjazottaktól halva, azért is kedves számukra ez a díj, mert nem csak szakmai díj, hanem valóban az emberhez köthető szakmai díjnak szokták ezt nevezni. Úgyhogy nagy valószínűséggel az idei évben is a válság miatt ugye azok az intézményeink jelenleg nyitvatartás szempontjából szünetelnek, ahol ezt meg szoktuk rendezni január végén, február elején, így nagy valószínűséggel a jövő évben is a városnapi rendezvényekhez köthetően adjuk át majd ünnepélyes keretek között a díjat. Ha már programok, itt vagyunk advent küszöbén, néhány nap múlva ugye meggyújtják az adventi koszorú első gyertyáját, nem lesz ez másként Makó városában sem. A fő, a központi hely most is a Makovec tér lesz. Mivel készülnek erre az első hétvégére? A Makovec tér úgy gondolom, hogy évek óta nagyon családias hangulatot ad az adventi ünnepkörünknek, a városi gyertyagyújtás vasárnapi, illetve az ahhoz köthető szombati pénteki eseményekhez. Az idei évben is természetesen szeretnénk méltó módon a közösséget erősíteni a hitben, a reményben, a szeretetben és az örömben megtartani még ebben a nehéz időszakban is. Az első adventi vasárnaphoz köthetően, vagy hétvégéhez köthetően szombati napon a református, újvárosi református templomban koncerteseményre várjuk a makóiakat. Ez 16 órakor fog kezdődni, Csikota József és a Makói Magánzeneiskola koncerteseményére invitáljuk a kedves odalátogatókat. Természetesen meghívott vendégművészek is lesznek, akik egy különleges koncerttel fogják indítani az adventi ünnepkört. Vasárnap az adventi gyertyagyújtásra, advent első gyertyájának gyújtására, meggyújtására Sonkodi Rita festőművészt kértük fel, hogy ünnepi gondolatait ossza meg az odalátogatók számára. Az Angyalsóhaj Alapítvány már hagyománnyá váló jótékonysági sütikóstolójára várunk mindenkit. Ezután is szeretném megköszönni minden vállalkozónak, magánszemélynek, civil szervezetnek, főként vendéglátóegységeknek, üzlethelyiségeknek, akik hozzájárultak süteményeikkel, adományaikkal a süti kóstoló programjához. Rengeteg felajánlást kaptunk, és természetesen az ebből befolyó összeget az alapítvány jótékonysági, adventi jótékonysági célokra fogja felhasználni. És természetesen, mint minden évben, az adventi koszorút, illetve az odaérkező kedves vendégeket Stefán Zoltán, református lelkész fogja megáldani. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és még egy programra hívnám fel a figyelmet, ami szintén újdonság, ha lehet így mondani, az adventi ünnepkörben. December 1-én, csütörtökön 17 órakor a Glorious Vigadóba egy különleges kerekasztal beszélgetésre invitálom a kedves nézőket. Egyházunk vezetői
kerekasztal beszélgetés formájában, Életkérdések adventben címmel tartanak egy közvetlen beszélgetést. Nem lesz ez másként advent második, harmadik és negyedik vasárnapján se, erről még sokat fogunk beszélgetni, hiszen még igazából csak most vasárnap kezdődik az ünnepkör. Én köszönöm, polgármester asszony, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig az, hogy velünk tartottak a ma esti hét hírében. További szép estét kívánok, viszontlátásra!